Sziasztok, ez itt Levina csatornája. Ígértem nektek egy szobanövény szaporításos kettes videót. Megtörténtek 3 héttel ezelőtt az előkészületek, levágtam az anyanövényről a hajtásokat, vízbe tettem, és nagy örömömre mindegyik kigyökeresedett, úgyhogy 4 növénnyel fogunk próbálkozni, el fogjuk őket ültetni. Hát itt megmutatom, hogy milyen növényekről van szó. Ugye van a szobai futóka, mindenki által ismert növény, gyönyörű szép gyökere teresztett, a következő a lila levelű pletyka, bármilyen pletykával megoldható ez a szaporítási módszer, tehát ha nincs lila levelű pletykátok, akkor bármilyennel próbálkozhatok. Ez egyfajta borostyán, és hát szintén a mindenki által ismert zöldike, aki nagyon szép gyökereket hozott itt a vízben. Akkor kezdjük is el az ültetést. Én a szobai futókával fogom kezdeni. Előkészítettem már a cserepeket. Teljesen hagyományos műanyag cserép, se túl kicsi, se túl nagy, hogy azért tudjon gyökeret is ereszteni, de a levélképzésre is fordítson erőt, és majd, hogyha már telenőtte gyökérrel a cserepet, akkor lehet nagyobb átültetni. Én ilyen hagyományos műanyag cserepet szoktam használni, úgyis valamiféle kaspóba, vagy csüngő kaspóba bele fogom őket ültetni, tehát tulajdonképpen ennek az esztétikuma mindegy. Én már előkészítettem a földkeveréket, tőzeg, virágföld és perlit keverékébe fogom ültetni, és szobai futókánál nem is teszem tele a cserepet, mert vigyázni kell, mert ő nem az ág végén hozta a gyökereket. Meg fogom mutatni. Itt ügyeskedni kell egy kicsit, hogy nehogy letörjük a gyökereket. Tehát látjátok, hogy ilyen magasan hozta. Itt vannak így, és ilyen hosszú egy-egy gyökere van, tehát vigyázni kell, hogy nehogy letörjük. Ezt én úgy szoktam megoldani, beleállítom ide a cserébe, és utána teszem rá a földet, óvatosan, hogy éppen maradjanak a gyökerei, ezt nem baj, meg így fogom közben. Majd csak akkor fogom legyomni, amikor már tele van a cserépföldel, mert akkor már biztos, hogy nem sértjük meg a gyökeret. Óvatosan először. Körbejárok szépen, hogy minden egyformán legyen föld. És egy nagyon szép példányunk lesz belőle, nagyon szép egészségesen megmaradtak a levelek, egyáltalán nem sárgult ki, amíg a vízben volt, olyan is elő szokott fordulni, de ez most egy nagyon szép példány, kertészetekben se biztos, hogy lehet szebbet kapni. És szobai futókánk meg is van. Leteszem. És akkor jöhet a lila levelű pletyka. Hát ő is nagyon szép gyökereket eresztett. Ez pont elég ahhoz, hogy megeredjen. A módszer hasonló. Ugyanezt végig fogjuk vinni. Kis föld a cserép aljába. Beleállítom hajtásokat, és óvatosan körbe rakom földdel. Egy gyökérre vigyázzunk. Elforgatom a cserepet. Még egyet fordítok rajta. Óvatosan lenyomom először. Csak egy kicsit tartsam alatt a növényt. És eltöltöm teljesen a cserepet, és a végén majd be fogjuk őket locsolni. Most nem felejtettem el idehozni a locsolókannát. Még egy kicsit teszek bele, legyen neki tápanyag. És
elkészült a második növénykénk is. Nagyon szép színe van, hogyha éri nap a leveleket, akkor ilyen gyönyörű szép, még akár sötétebb lila is tud lenni. Következik a borostyán. Nézzétek meg, hogy micsoda hatalmas gyökereket fejlesztett. Ővele egyszerű dolgunk lesz. És azért így a cserép aljába igyekszem minél mélyebbre lenyomni, hogy ne bukjon ki, mert ugye ez egy futó növény, úgyhogy ő célszerű egy ilyen csüngő kaspóba vagy kosárba elhelyezni, akkor fog igazán szépen mutatni, vagy polcra feltenni, ahonnan le tud lógni. Nagyon szép üde zöld levele van, nagyon szeretem, mert abszolút igénytelen, és nagyon dekoratív tud lenni, hogyha jól érzi magát. Ezt is körbe lenyomjuk szépen, meg tudjon kapaszkodni a gyökere, és majd a végén belocsolom őket. Tehát elkészült a borostyán is. És akkor áttérünk a zöldikére, hát ő belőle jó sok van, de most csak egyet fogok elültetni, egy cserébe többet is lehet. Most itt látjátok, hogy ez egy egész levélcsokor, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt így az egészet beültetem ebbe a cserébe, és nagyon szép dús lesz akkor a növény. Ugyanúgy. Cserépaljába föld kerül, beleállítom, sőt ide még egy kicsit lehet többet, mert ugye magasabb növényeknél kell alulra, a zöldikénél nem kell annyira mélyre. Itt még ne tömörítsük a földet, hogy meg tudjon kapaszkodni, tehát amikor beleállítjuk a cserébe, akkor még legyen laza a föld. Összefogom a leveleit, és ugyanúgy azzal a módszerrel feltöltöm a cserepet, körbe megyek. Óvatosan lenyomkodom, itt már lehet tömöríteni. Gyökerő biztonságban vannak. És akkor még szépen csinosan feltöltöm a cserepet. Ez persze tetszőleges, hogy mennyire sűrűn akarjátok beültetni. Én jobban szeretem, hogyha sűrűbb egy ilyen, mert akkor sokkal dekoratívabb, mutatósabb lehet. Hogyha kinövi a cserepet, akkor át kell egy nagyobbba ültetni, és ilyen hatalmas nagy bokorrá fog válni. És elkészültünk zöldikével is. Kicsit rendet rakok itt. Akkor nem marad más hátra, úgy belocsolom őket. Hoztam ide egy alátétet, hogy ne folyjon itt a szét a víz. És nézzétek meg, hogy lett már is négy gyönyörű szép szobanövényünk, picit mindegyik más színű. És belocsoljuk. Én úgy szoktam locsolni, hogy először csak kicsit, hogy tömörödjön a föld, ne folyjon ki a víz, és utána még egyszer átmegyek rajta. Amikor már beszívta a vizet, és akkor már nem fog kifolyni a cserepből a föld. Vagy a víz, bocsánat. Hát a változatosság kedvéért most is fúj a szél, úgyhogy valószínűleg a hangon ismételten fogjátok érezni. Hát rajtam is azért van a sál, mert kicsit megfáztam valószínűleg a szélben, meg ebben a hűvös időben, de most már szép idő van. És elkészültünk.
biztatlak titeket is arra, hogy próbáljátok ki, és ilyen szép növénykoszorútok lesz pillanatok alatt. Sziasztok!